Kijutott az Európa-bajnokságra a 17 éven aluli korosztályban a magyar női kézilabda válogatott. A korábbi olimpiai bronzérmes német Helga tanítványai a Szigetszent Miklós is elejtezőben a második helyen végeztek Portugália mögött, így ott lehetnek a lengyelországi kontinens tornán. Vendégünk Puhálák Szidónia, a válogatott balszélsője. Jó reggelt kívánok! Nézegettem az eredményeket, Macedónia, illetve Litvánia ellen egy sima győzelem, Portugáliától pedig egy vereség, hogyha itt a felnőtt erőviszonyokból indulok ki, akkor Portugália azért nem számít az élmezőnybe. Ez mennyire volt meglepő nektek ez a vereség? Hát nagyon készültünk a portugálok ellen, hát nem úgy alakult, ahogy terveztük, nem, az volt, mert nem azt csináltuk meccsen, amit eleve megbeszéltünk az öltözőben, hát jobbnak kellett volna lennünk, fejben szerintem elfáradtunk, előtte sokat edzettünk, hát szerintem ez egy kicsit hosszú volt, meg még a csapat nincsen így összeszokva. Tehát a tornáktól vagytok, vagy tornákhoz nem vagytok még hozzászokva, hogy egymás után ilyen Igen, nem vagyunk sűrűn kell meccseket játszani. Nem vagyunk kicsit sem. Egyébként, hogyha majd az erőviszonyoknál tartottunk az Európa-bajnokságon, mi az, amit várhatunk a csapattól? Hát mindenki szerint azt várják itt tőlünk, hogy a középmezőnybe legyünk. Reméljük, hogy valósulni fog. Ez a korosztály egyébként Magyarországon milyennek számít, hogyha... Tudom, hogy belülről lesz nagyon nehéz megítélni, de neked is nyilván van összehasonlítási alapod az előttetek lévővel, illetve. Hát nagyon sokan azt mondták, hogy most ez a korosztály így a leggyengébb. Ezt Előtt... jó lehet, jó lehet hallani. Hát nem jó, de megpróbáljuk bebizonyítani, hogy ez nem így van. És szerinted mi kell ehhez? Tehát mi az, amiben ennek a csapatnak leginkább érnie kell? Taktika, fizikum, vagy esetleg valami más? Hát igazából mindkettőben, meg igazából összeszok, összeszokottságba kellene előrébb lépnünk, mert nem érezzük még egymást a pályán. Öm, gondolom, hogy amikor nézitek a magyar női kézilabda válogatottat, vagy akár a klubcsapatokat, akkor választhatok példaképet magatoknak, nézitek azokat, hogy a görbicanitát vagy a többieket, hogy hova lehet eljutni. Neked van olyan bal olyan példaképed, akit? Hát Mérta igen. <laughs> Na, hát akkor még a, még a klub is, ugye most ugye Ferencváros, illetve, illetve Győr, az, hogyha jól láttam, aki a válogatott többségét adja, igen. a vidéki műhelyek mennyire működnek még egyébként, tehát ezek a kisebbek, amik Ugye láttam, hogy Szentendréről is jó néhányan érkeztek. Igen, békés, hát igazából jobb, beilleszkedtek ők is, mint, mint mindannyian, de azért még van mit tanulni így egymással. Az általában törvényszerű, hogy azoknak a fiataloknak, azoknak az ifista játékosoknak könnyebb, ahol a felnőtt csapat is komolyabb szinten versenyez? Igen, így van. Hát egyértelmű az, hogyha az ember feljebb edz, mint a saját korosztálya, akkor utána már a saját korosztályában igazából kiemelkedően nyújt, mert ugye nehezebb ellenféle el lehetsz, nehezebb ellenféle el játszik, és így sokkal könnyebb igazából. Viszont az is talán te könnyebb, hogy én azt gondolom, hogy a kézilabda az azon a nagyon kevés sportág egyike itt Magyarországon, ahol egy fiatal játékosnak nem kell feltétlenül abban gondolkodnia, hogy akkor ő most külföldre igazol mert borzasztó erős a magyar bajnokság. Igen, hát igen, 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 ez a szerencsé, hogy itt Magyarországon kézilabda az elég jó. Tehát nem kell az kimenni, hogy most Úgymond, sztárok legyünk, mert itt Magyarországon is el lehet ezt érni. Bácott is akár? Hát akár. Egyébként neked akkor gondolom, hogy legalábbis az előző szavaidból ez derült ki, hogy nem feltétlenül egy régiós karrier vonz téged sem. Hát, nem. <gül> igen. <gül> lehet tudni, hogy itt Magyarországon mi az, amit kitűztél magad elé. Most gondolom, hát, hogy csak igen, a Igen, lehet tudni. Igazából én nekem örök állom az, hogy MV1-es játékos legyek, válogatott szinten. Tehát ezért nagyon küzdök. Hát mondjuk az utánpotlás válogatottsággal mindenképpen megvan egy lépcső, ami, Igen. ami ebbe az irányba vezet. Nem fejem is jutom. Az Európa-bajnokságon mire lehet számítani egyébként, amellett, hogy nagyjából elhelyezted az esélyeket az elején, de mivel lennél elégedett? Hát én egy olyan negyedik, ötödik helyezetten elégedett lennék. De elég nehéz csoportba kerülünk valószínű. Mi ugye úgy kilaptunk a portugáloktól. Igen, a más sorsolást kapunk, hogy másodikok lettünk, mint hogyha megnyertük igen. volna a csoporten. Hát könnyebb csoportba kerültünk volna, úgymond könnyebb csoportba. Kik azok, akiktől tartani kell? Úgy gondolom, ugyanúgy megvannak itt is, mondjuk az északi erősebb csapatok netán, vagy... Hát szerintem az ilyen dánoktól, talán a hollandoktól. Ez egyébként törvényszerű, hogy azoknál az országoknál az utánpótás képzés is jobb, ahol... Hát ahol szerintem most... a felnőttek, ott jobbak, szerintem ott az ifistáknál is mert azért egy pár éve itt a fiúknál emlékszem, hogy nagyon meglepett néhányakat az, hogy Hollandiától és Észtországtól vereséget szenvedett az I. fi csapat. Tehát akkor itt nem nagyon lehet arra számítani, hogy, hogy olyanok lépnek be, akik egyébként a felnőtteknél... Hát szerintem nem. Tehát a, a hát. tradicionálisan erős csapata. Hát nagyon szépen köszönöm, szidonia, hogy itt voltál velünk, és sok Köszön sikert kívánok nektek a Lengyelországi ebére. Köszönöm szépen.